Magánszemélyeket, településeket és cégeket egyaránt jutalmaztak a véradók napi ünnepségen kedd délelőtt Nyíregyházán. November 27-e egyébként a véradók napja. A megyeházán azokat jutalmazták, akik már legalább 50-szer adtak vért, illetve azokat, akik sokszor segítenek a véradások szervezésében. Összesen több mint 100 elismerést tudott kiosztani a Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Az önkéntesség az mindig egy nagyon érdekes elköteleződés egy jó ügy irányában. Én úgy látom, hogy a viradás önkéntessége és a viradói önkéntesség egy nagyon speciális, egy gyönyörű, szép és nagyon speciális területe az önkéntességnek, hiszen ilyenkor mindenki magából ad valamit, a vérét adja. Ez egészen másfajta dolog, mint amikor az időnkből áldozunk, vagy a pénzünkből áldozunk valamilyen nemes ügy érdekében. Ugyanakkor ez nagyon fontos, hogy semmi mással nem pótolható a vér. Tehát jelenleg az egészségügyi ellátásban egy-egy műtét végrehajtásához, életmentő beavatkozásokhoz, vagy egy baleset kapcsán, hogyha valakinek vérre van szüksége, az csak egy másik ember vérével lehet megoldani, csak azzal lehet meggyógyítani. Amíg ezt nem tudjuk kiváltani, addig szükség lesz, és szükség van az önkéntes véradókra, hogy mindenki érezze ezt elköteleződésének. Ne csak akkor segítsünk, amikor az ismerős körben, vagy valamilyen tekintély személynek kell vért adni, vagy a baráti körben történik valami, rokoni körben. Voltak olyan jutalmazottak is az ünnepségen, akik már 100-nál is többször adtak vért. Ők Provita díjat vehettek át a Vöröskereszttől. Máté Mihály például 107-szeres véradó. Az első véradások inspirált az, hogy édesapám is annak idén sokszoros véradó volt, illetve a honvédségnél jutalmaztak 2 nap jutalomszabadsággal, ezek maradtak meg emlékezetembe, majd később pedig a romániai események 89-ben, és akkor felhívták Nyíregyházan is a rádióban az emberek, segítségét kérték, hogy a forradalom sérültjeinek adjunk önként vért. Ezek voltak az emlékezetes események. Az önkéntesek azt is hozzátették, jó érzés, amikor SMS-ben kapnak egy visszajelzést, hogy felhasználták az általuk adott vért, így megmentették egy ember életét.